Washingtonban több százan vonultak fel az Ukrajna melletti szolidaritás jegyében a háború első évfordulójára emlékezve szombaton. A szervezők elmondása szerint üzenni akartak Oroszországnak, hogy Ukrajnát nem tudja elfoglalni. Emellett az amerikai emberek támogatását és kiállását is szerették volna megköszönni. Az eseményen az amerikai kormány nevében felszólalt Samantha Power, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség igazgatója, valamint Karen Donfried, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. A Maria Soroka, az egyik szervező, az eseményt követően külön köszönetet mondott azoknak az amerikai veteránoknak, akik önkéntesként kapcsolódtak be a háborúba. Pénteken a harcok megkezdésének évfordulóján az Egyesült Államokban élő ukránok és szimpatizánsok Oroszország amerikai nagykövetsége előtt gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a föderáció által indított háború ellen. Zárónyilatkozat nélkül ért véget szombaton Bangalore-ban a világ 20 legfejlettebb gazdaságát tömörítő országok pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek kétnapos tanácskozása, miután Kína és Oroszország nem volt hajlandó aláírni a többi tagország által támogatott Oroszországot az ukrajnai háború miatt elítélő dokumentumot. India, a G20 országcsoport soros elnöke egyetértés hiánya miatt kénytelen volt zárónyilatkozat helyett a kétnapos tanácskozást egy összegző dokumentum kiadásával zárni. Sok tag határozottan elítélte az ukrajnai háborút, és hangsúlyozta, hogy hatalmas emberi szenvedéseket okoz, súlyosbítja a világgazdaságban meglévő problémákat. Olvasható a dokumentumban, amely megemlíti a szállítási láncok megszakadását, a pénzügyi stabilitásra leselkedő veszélyeket, a folytatódó energia és élelmiszer bizonytalanságot. Christian Lindner, német pénzügyminiszter sajnálatosnak nevezte, hogy Kína nem volt hajlandó csatlakozni a nyilatkozathoz. Az orosz külügyminisztérium szombat este közleményben fejezte ki álláspontját, miszerint a nyugati országok folytatják a G20 destabilizálását, és orosz ellenes, tisztán konfliktuskeltő módon használják fel a szervezetet. Szombaton már több mint 70 ellenséges támadást vertek vissza az ukránok a fegyveres vezérkar jelentése szerint. A jelentés szerint az orosz csapatok továbbra is sikertelenül támadnak Bakhmut, Avgyijivka és Sakhtar irányában is. A legnehezebb helyzet jelenleg Bakhmutnál van. A Washingtoni Hadtudományi Intézet jelentései szerint az oroszok legutóbb a várostól 7 kilométerre keletre Paraszkovijivka közelében próbáltak előre nyomulni. Az ukrajnai biztonsági körülményekre tekintettel április 11-én Kisvárdán rendezik meg az Ukrajna-Észak-Macedónia női kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzés visszavágóját, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebook oldalán. A miniszter közölte, hogy néhány héttel ezelőtt levelet kapott az Ukrán Kézilabda Szövetség elnökétől, amelyben segítséget kért, hogy az ukrajnai biztonsági körülményekre tekintettel Kisvárdán rendezhessék meg a mérkőzést. A két csapat első mérkőzése április 8-án Skopjében lesz. Szijjártó Péter azt írta, gyorsan egyeztettek Kocsis Mátéval, a hazai szövetség vezetőjével, Sesták Miklós képviselőtársunk pedig intézett mindent Kisvárdán, így természetesen azonnal igent mondtunk a kérésre. Miután a Nemzetközi Szövetség és az Észak-Macedón Szövetség is beleegyezett a világbajnoki selejtező Kisvárdán történő megrendezésébe, véglegessé vált, hogy a mérkőzés helyszíne a női NB1-ben jelenleg 11. helyen álló Kisvárda Mastergood Ese csarnoka lesz, olvasható a bejegyzésben. Szijjártó Péter közölte, döntés született arról is, hogy a mérkőzés szervezésével, a csapatok elszállásolásával és ellátásával járó költségeket pedig a magyar kormány vállalja. 34 éve jött létre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, mely a II. Világháború után a Kárpát-medence első önálló magyar külhoni érdekvédelmi szervezete. Az elmúlt több mint három évtizedben a szövetség végig következetesen képviselte a kárpátaljai magyarság érdekeit, és ezt teszi jelenleg is.
A KMKS történetéről legutóbb a szervezet fennállásának 30. évfordulója alkalmából készült dokumentumfilm Életre ítélve címmel. Az alkotás szabadon megtekinthető a legnagyobb videó megosztó oldalon, a YouTube-on. A film elején így fogalmaznak. 1989 a csodák éve volt. A gorbacsovi perestroika meglazította a kommunista totalitárius rendszert, Közép-Kelet-Európában hihetetlen gyorsasággal következtek be a változások, sorra dőltek meg a szocialista diktatúrák és a romániai eseményeket kivéve, mindez vértelenül zajlott. A megnyíló lehetőségeket nem várt módon ki tudta használni a megtizedelt, elnyomott az anyaországtól, Európától vasfüggönnyel elzárt kárpátaljai magyarság is. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alakuló gyűlésére 1989. február 26-án Ungváron a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság nagy termében került sor. 1974-ben volt a beadvány, akkor ismertem meg Fodor Sándort, és attól kezdve mindig volt valamiféle igyekezet a kárpátaljai magyarságba valamilyen politikai engedményeket kisikarni, de igazán az alakuló gyűlés volt az, amikor mindenki ott volt. Tehát tulajdonképpen a hatalom is, a kollaboránsok egy része, a KMKS, tehát mindenki ott volt, és Fodor Sándor zsenialitásának köszönhetjük, hogy akkor már nem került a kollaboránsok kezébe a szervezet. Pedig volt rá akarat, volt rá kiszemelt ember, tehát minden megvolt arra, hogy ez történjen. Szinte nehéz visszaidézni azokat az időket, hogy mennyire lelkesedett az emberek, mennyire lelkesedtek a tagság, milyen gyorsan növekedett. A legfelső tanács elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely felgyorsítja a környezetbarát tömegközlekedésre való átállást. Ennek értelmében 2030-tól tilos lesz a benzin- és dízelmotoros buszok beszerzése, majd 2036-tól tilos lesz az ilyen buszok üzemeltetése a városi tömegközlekedésben. A törvénytervezet szerint 2036. január 1-től Ukrajna megyei és járási jelentőségű városaiban csak elektromos és hidrogén üzemanyagcellás autóbuszok közlekedhetnek. A környezetbarát közlekedésre való átállás fokozatos lesz. Az újítás egyelőre nem érinti a helyközi és elővárosi közlekedést. Feltételezések szerint 2030-ra a zöld buszok aránya a nagyvárosokban 25%, 2033-ra pedig 50% lesz. A legfelső bíróság jóváhagyta, hogy a Schönborn grófok kárpátaljai rezidenciáját felvegyék az ukrán műemlékek állami nyilvántartásába. Még 2021 nyarán tett javaslatot a Munkácsi járási ügyészség a Beregvári kastély állami nyilvántartásba vételére. Azonban a közigazgatási fellebbviteli bíróság ezt a határozatot hatályon kívül helyezte, és helyette új rendeletet fogadott el, amelyben megtagadta a kérés teljesítését. Ezután a területi ügyészség a legfelsőbb bírósághoz fordult, akik jóváhagyták az eredeti kérést. Az állásfoglalás már hatályba lépett, fellebbezésnek nincs helye. Így a Schönborn grófok kastélya felkerül az ukrán műemlékek állami nyilvántartásába. Az Egy vérből vagyunk alapítványt Gulyi Angéla 2015-ben azért hozta létre, hogy jótékonysági futással, véradással, adománygyűjtéssel segítse a magyarországi és a külhoni gyermekotthonokat. Az alapítvány mellé állt fővédnökként a volt magyar köztársasági elnök Áder János felesége Herceg Anita is. Gulyi Angéla meghívására Anita asszony felkereste az alapítvány két kedvezményezettjét Kárpátalján, a Nagy Dobronyi és a Ráti gyermekotthont.
Ünnepi műsorral várták a Nagydobronyi Gyermekotthon lakói Herceg Anitát. A Nélküle című dal könnyeket csalt a szemébe. A fellépést követően az otthon igazgatója körbevezette a vendégeket az épületben. Katkó Andrea elmondta, az anyaországi támogatásoknak köszönhetően az otthon működése a háború ellenére is biztosított. Hatalmas segítség az anyaországi támogatás, az alapítványok támogatása teszi lehetővé a mindennapi életünket. Az külön öröm, hogy Angéla és Anita asszony is egyfajta társként és csapattagként jön már ide. Ez túlmutat a puszta anyagi vagy alapítványi segítségen, hiszen tudnak velünk azonosulni, be tudnak bennünket fogadni, be tudják fogadni a gyermekeinket, és ez a tökéletes szeretet. Gui Angéla gyakran megfordul a Nagydobronyi Gyermekotthonban, soha nem jön üres kézzel, de azt mondja, az adományok mellett nagyon fontosak a közös programok, az együttlét a lányokkal, főleg a háború kitörésének egyéves évfordulóján. Mondhatnám úgy, hogy ez a második otthonom, úgyhogy ide hazajárok. Minden alkalommal, amikor megtehetem, akkor eljövök. És nem is volt kérdés számomra, hogy a háború egyéves évfordulóján is kijövök, hiszen amikor tudjuk, hogy a szeretteink egy nehéz időszak előtt állnak, és mindenki nagyon félt ezektől a napoktól, a gyermekek különösen, ők mindenféle híreket olvasnak. Én azt gondoltam, hogy nem kérdés számomra, hogy ezekben a napokban is itt legyek velük, és valóban nem a tárgyadomány fontos, különösen a tegnapi meg a mai napon, hanem az, hogy itt vagyunk. Számukra ezt azt üzeni, hogy valamilyen szinten azért mégis biztonságban vannak. Anita asszony számára programot is szerveztek a gyerekek. A 4 és 6 éves korosztály kézműves foglalkozásra invitálta. A fogyatékkal élők pedig a sérültek szobájában speciális horgolási technikát tanítottak neki. Én a nagyon jó hangulatot tapasztalom, nem tudom, hogy ez az ünnepségnek köszönhető-e, vagy mindig ilyen csillogó szemű gyerekekkel lehet itt találkozni. De biztos bennük van a feszültség is, hiszen egy gyerek azért még inkább ki van szolgáltatva ennek a zűrzavaros időnek. Nehéz neki értelmezni az, hogy mi van körülötte, és kellenek ezek az ünnepnapok a fokozottabb odafigyelés, és azok az alkalmak, hogy megmutathassák, hogy milyen ügyesek, milyen szépen tudnak énekelni, táncolni. Jöjjön Jézus, vég vendégünk, elmeg Anita, tánékünk. A vendéglátás sem maradt el. Herceg Anita együtt ebédelt a Nagydobronyi Gyermekotthon 85 lakójával, majd valamennyi gyereknek édességet és ajándékot adott át. Ezt követően a fővédnök útja Rátra vezetett. Itt az Egyvérből vagyunk alapítvány 2018 óta támogatja a helyi családi típusú Szent Mihály gyermekotthont, ahol jelenleg 4 családban 25 gyermeket nevelnek. Az otthonban épülő kápolna befejezésére nem jutott pénz. Gui Angéla erre a célra egy jótékonysági futás keretében összegyűlt adományokból ajánlott fel támogatást. Ott kezdődött a kapcsolatunk, hogy segített befejezni a kápolnánkat, gyűjtést szervezett, úgy tudtuk befejezni a kápolnát, és azóta folyamatos a támogatás. Ha amit ő gondol, hogy szükség van rá, amit mi kérünk, akkor azonnal szervezi, intézi, hogy amire szükségünk van, az meg legyen. Például Herceg Anita támogatásával sikerült befejezni az otthon udvarán felépített rehabilitációs központot, ahol sérült gyermekeken segítenek. Örömmel látom, hogy mennyi minden épült és szépült, többek közt abból az adományból is, amit a férjem adományozott, egy fogorvosi szoba épült. De hát új épületek, kápolna, istálló, és hát az otthonok is folyamatosan szépülnek. Itt érezhető valóban, hogy Egyvérből vagyunk, és fontos éreztetni az itt lakókkal, hogy mindig számíthatnak ránk, és támogatjuk őket, és hát természetesen az ide menekülő ukrán embereket is. A gyermekotthon lakói zenés műsorral búcsúztak a magyarországi vendégektől.
kortárs művészek absztrakt festményeiből nyílt kiállítás Ungváron, amely az egy éve dúló háború által kiváltott érzéseket mutatja be. A rendezvénynek a Kárpátaljai megyei Néprajzi Múzeum adott otthont. A Fekete Február projektben 8 művész vett részt. A kiállítás hivatalos megnyitóján Anton Kovács festőművész osztotta meg a jelenlévőkkel a művészi projekt ötletének eredetét. Meggyőződése, hogy a sötét színeknek mély szimbolikus jelentése van. A fekete szín fokozatait láthatják, de inkább metaforáról és nem művészi fogalomról van szó. A kiállítás nevében szereplő február pedig az egy éve elkezdett háborúra utal. Először állítottam ki az ilyen jellegű munkáimat. Az alámerülés és a tárgy nélküli cselekmény is olyan kép, amely által közvetve az elképzeléseimről és az ideájaimról tudok beszélni. A festészet és a színek segítségével jelenik meg a lelki állapotom. Az alkotók különböző technikával készült munkáik által mutatták be a háború tragikus eseményeit. Vladislav Habda festőművész a golyók által okozott lyukakat kalapács segítségével ábrázolta, a sebek kialakításához pedig szikét használt. Rozrušení doma, pobití srdca. Lerombolt épületek, szétvert szívek. Nem lehet egyszerűen vázlatfestőként elmondani egy ecsettel a kezünkben, hogy milyen nehéz lelki átéléseim vannak. Nem. Például először életemben használtam a festészetben fejszét vagy kalapácsot, és megértettem, hogy tettem egy lépést előre. Ezért ma a klasszikusnak nevezett festészet szinte teljesen eltűnt. Létezik és létezni fog, mert meg kell örvendeztetni valamivel az embereket. Viszont a magas művészet új technikai megoldásokat kíván, így elvonatkoztatsz a képtől. Például van a kiállításon egy ikon, amelyet teljesen más hozzáállással készített. Inkább szívvel, mint ecsettel. A korszerű absztrakt művészet alkotásainak kiállítása nem egy mindennapi esemény Ungvár kulturális életében. A jelenlegi esemény egy új kezdeményezésnek lehet a kezdete, mondta Oksana Havros, művészettörténész. Ezek az alkotások nagyon szépek. Konkrétumok nélkül ábrázolják az elmúlt egy évet. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy fontos esemény az életünkben, hiszen mostanában sajnos nincs túl sok rendezvényünk. A 8 festőművész csendes hangja, akik közül egy ma is keleten véd bennünket, valaminek a kezdete lehet, amiről még a jövőben hallunk majd. Jó lenne, ha minél több ungvári lakos, illetve városunk vendége láthatná és érezhetné, hogy miről beszélnek a festőművészek. A Fekete Február című tárlat március 13-áig tekinthető meg a Kárpátaljai megyei Néprajzi Múzeumban. A Leszja Ukrainkáról szóló könyv 2022. február 25-én jelent meg nyomtatásban, amikor Ukrajna már második napja orosz támadás alatt állt. 2021-ben, amikor a híres ukrán költő születésének 150. évfordulóját ünnepelték, a Fegyérpotusnyák Kárpátaljai megyei tudományos könyvtár munkatársai még javában dolgoztak a Kárpátaljai Leszjana című köteten, amit a tervek szerint 2022-ben Leszja Ukrainka születésének 151. évfordulóján mutattak volna be. Azonban a háború kitörése miatt a könyvbemutató elmaradt, és csak idén került rá sor. Ez egy kísérlet arra, hogy megvizsgáljuk az írónő munkásságának és magának a személyének hatását Kárpátalja kulturális és társadalmi életére. Ez a könyv a harmadik kötet abban a sorozatban, amely Ukrajna híres szerzőiről szól, Tarasz Sevcsenkóról, Iván Frankóról és most Leszja Ukrainkáról. A kötet szerkesztője elmondta, hogy számos anyagot sikerült összegyűjteni, mindezt úgy, hogy Leszja Ukrainka személyesen soha nem is töltött hosszabb időt Kárpátalján, viszont mindig érdeklődött iránta.
Valahányszor, amikor a Kárpátok üdülőhelyein pihent, vagy amikor Bécsbe ment gyógykezelésre a költőnő, átutazott Kárpátalján, és érdeklődött a helyi folklór iránt, és figyelemmel kísérte az aktuális történéseket a mai Kárpátalja területén. Szoros kapcsolatban volt nagybátyjával, Mihajló Drahomonovval, aki, mint tudjuk, gyakran járt Kárpátalján. Tőle és a helyi kutatóktól is sok információt gyűjtött. A krimi ciklusból származó verseiben Leszja Ukrainka a krimi hegyeket a kárpátaljai beszkidekhez hasonlítja. A könyv összesen 7 fejezetből áll. Ez az első kísérlet azoknak az anyagoknak az összegyűjtésére, amelyek a poéta munkásságának a térségünk kulturális életére gyakorolt hatásairól szólnak. Petrosz Kunc, Iván Csendej és más helyi szerzők is tanulmányozták Leszja Ukrainka munkásságát. Kárpátalján a 20. század eleje óta érdeklődtek a költő munkássága iránt. Már az 1920-as években jelentek meg róla szóló művek és cikkek. Leszja Ukrainka művei nagyon sokrétűek és magyar nyelvű fordításban is megjelentek. Először 1921-ben Nagy Miklós fordításában jelent meg a Babiloni fogság című drámai költemény. A Leszja Ukrainkáról szóló anyagok a magyar folyóiratokban Szomszédaink, barátaink címszó alatt keresendők. Vagyis a magyar kulturális közvélemény is érdeklődött az ukrán írónő munkássága iránt. A könyv Leszja Ukrainka munkásságának képzőművészeti nyomatát is tartalmazza. Számos festőművész foglalkozott műveivel és értelmezte azokat. Többek között Pavlo Balla, Olena Kondratyuk. Az erdélyi Béla nevét viselő művészeti szakiskola diákjai is előszeretettel merítenek ihletet diplomamunkáikhoz Leszja Ukrainka munkásságából. Például a könyv borítóján Iván Drancsak munkája látható. A kiadványt elsősorban könyvtárosoknak, helytörténészeknek, kutatóknak és pedagógusoknak ajánlják, de azok számára is érdekes lehet, akik érdeklődnek Leszja Ukrainka munkássága iránt, és szeretnék megismerni a kárpátaljai kulturális életre gyakorolt hatását.